Befejeződött a felkészülés, összeállt a csapat, és a 2019-2020-as labdarúgó bajnokság is kezdetét vette. Egyebek mellett ennek kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót a Széktói Stadion klubtermében. A rendezvényen Telek Zoltán, a KT ügyvezetője elmondta, tavaly, amikor felkerült a klub az NB3-ba, azt a célt tűzték ki, hogy stabilizálják a helyüket a harmadosztályban, és felmérjék a csapat, valamint a mezőny erejét. Ezt elérték, most azonban egy új szezon kezdődik új célokkal, ehhez pedig támogatók szükségesek. A sajtótájékoztatón a KTE bejelentette az új névadó szponzorral, a Hupoakkerrel kötött együttműködést. Úgy gondoltam, hogy egy év kivárása után talán érdemes lesz, ha a csapat gyökeret ver a NB3-ba, akkor van értelme a folytatásnak. És úgy látom, hogy jól sikerült az első év, lehetett volna jobb is, de ezek az új célok, az új csapat, az új játékosokkal, edzővel úgy tűnik számomra, hogy tényleg elindultunk felfele, és sikeresebb lesz a csapat, mint az elmúlt időszakban. A felkészülés befejeződött a klub számára, vasárnap pedig a bajnokságot is megkezdte a csapat. Jó rajtot vett a KTE Hufbau, mely kifejezetten fontos volt az évvégi célok eléréséhez. A Dabas Gyón ellen 2-0-ra győztek az első fordulóban. Hétvégén idegenben játszik a klub az RKSK ellen, majd itthon lépnek pályára kétszer. A cél a dobogó, én azt szeretném, hogy itt a dobogó. Úgy érzem, hogy lesz esélyünk, hogy dobogó legyünk. Én ami szeretnék az, hogy hétről hétre minél több nézünk, látom, ahogy ennek a lelátom. Zárásról bemutatták a csapat új mezeit. A hagyományos lila és fehér most egy szürke mezzel gyarapodott.